Népszerűek az online edzések Cegléden, már minden korosztály számára találhatóak feladatok a sportklubok internetes oldalán. Emellett pedig zajlik a ceglédi szabadtéri sportolási lehetőségek fejlesztése és egy közösségi sport térkép készítése is, amely hamarosan hozzáférhető lesz a ceglédiek és a turisták számára is. Videókat készítenek minden egyes fitness, szabadtéri fitness vagy kondiparknak az eszközének a használatáról. Ezeket a videókat QR kódon keresztül matricára nyomtatjuk, és amikor újra lehet majd a pályákat használni, ezek a matricák megtalálhatók lesznek az egyes eszközökön, mobiltelefonnal beolvasható, és láthatják videón az érdeklődők, a sportolni vágyok, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket használni. Kőházi Ádám hozzátette, internetes versenyeket is szerveznek több sportágban. A hétvégére országos online bajnokságot hirdetett a Magyar Fit Kid Szövetség. Randos Gabriella edző elmondta, a járvány miatt törlődtek a tavaszi Európa-bajnoki és világbajnoki minősítő versenyek. Ennek ellenére szerették volna fenntartani a gyerekek érdeklődését, ezért szervezték az online versenyt, amelyre több mint 300 gyermek jelentkezett. Úgy alkottuk meg a szabályokat, hogy egy lakás, hogy egy szobához, vagy egy picike kertben ezek a gyakorlatok végrehajthatók legyenek, megadott zenére kell, és az a szépsége az egésznek, hogy ezt mi nem az edzők csinálták meg ezeket a gyakorlatokat, hanem a gyerekeknek kellett összehozni a kis koreográfiát és a beleépített elemeket, amiket ugye mi előre a szabály szerint megadhattunk nekik. Az edző azt is elmondta, a bírák a hétvégén otthon nézik meg is, pontozzák a szövetség oldalára feltöltött videókat. Randos Gabriella úgy látja, annyira kreatív koreográfiák születtek, hogy azokat a későbbiekben akár edzőként is tudja hasznosítani. A felkészülési időszakot is igyekszik érdekessé tenni. Hetente egyszer kreatív feladatot kapnak a lányok. Így volt ez április 1-én is. Próbáljuk ezt az időszakot minél színesebbé tenni. Például április 1-én, tehát azért a fitkidesekről tudni kell, hogy ők nagyon vidámak, szeretjük a mulatságot, nevetséget, bohótságot, és mivel bolondok napja volt, így április 1-ére csináltunk egy ilyen bolondok napi kihívást, amit egy tánc koreográfiát kellett nekik végrehajtani valamelyik család tagjukkal. Hihetetlen jó produkciók születtek, és nagyon aranyosak voltak apukák, anyukák, testvérek, barátok szálltak be a produkció végrehajtásába, és titkosan zajlott az egész, tehát ezt csak este látták a gyerekek egymás produkcióját, és mondhatom, hogy tehát a könyvfakadásig sírtunk, annyira aranyos produkciók születtek. Randos Gabriella úgy látja, a sportolók szempontjából pozitív hozadéka is van az otthonlétnek, hiszen most van idő az erőnlét és a lazaság fejlesztésére.